Köszöntöm a kedves nézőket! Valószínűleg felettébb meglepődnénk, ha a gyülekezetünk postaládájába egy levél érkezne, aminek a feladója Jézus lenne. Vajon mit írna le Jézus ebben a levélben nekünk? Bátorítana, vagy megfedne? Helyre igazítana, vagy megdicsérne? Ma este egy hasonló levélből fogunk olvasni, amit Jézus Krisztus a szmirnai gyülekezetnek ír. Úgy beszél velük, mint aki tudja, hogy éppen milyen helyzetben vannak, sőt úgy, mint aki itt a földön élt és megtapasztalt nehézségeket. Jézus tud a mi helyzetünkről. Tudja és ismeri az életünket egyen-egyenként. Ez a levél nekünk is szól. Hallgassuk figyelemmel Isten üzenetét, amit Borzási Pál lelkipásztor közvetít nekünk. Szeretett testvéreim az Örülés Krisztusban, kedves gyülekezet! A felolvasott ígéből szeretnék újra ismételni néhány verset a Jelenések könyvének második részéből, a 8. verstől kezdve a 11. terjedége szakaszt, ahol a szmirnabeli gyülekezetnek van intézve Jézus részéről az üzenet.
A szmírnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az első és utolsó, aki halott vala és él. Tudom a te dolgaidat, és nyomorúságodat, és szegénységedet, de gazdag vagy, és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Íme a sátán egy néhányat ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságtok. Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Amen. Testvéreim, amint a számunkra többnyire ismerős, az Úr Jézus 7 gyülekezetnek intéz üzenetet, és kéri Jánost, hogy küldjön levelet nekik Kis-Ázsiában, a mostani Törökország területén. És a szmírnai gyülekezet a második ezek közül. Hogyha vesszük sorba őket, előről a másodikat, és ha vesszük visszafele, a végéről a másodikat, akkor a szmírnai gyülekezet és a laodiciai gyülekezet az, amelyik felé egyik felé sincs az Úrnak panasza. A filadelfiai, köszönöm. Tehát az Úrnak ezek felé nincs panasza. Ami azt jelenti, testvéreim, hogy lehetséges az, hogy valaki, nem csak valaki, valakik, egy gyülekezet, egy közösség, olyan hűen, olyan odaszánással, olyan buzgón járjon, úgy éljen, hogy az Úrnak ne legyen panasza rá. Képzeljük el, testvéreim, hogy ezek is épp olyan húsvér emberek, mint mi vagyunk. Ezeket is kísérti a sátán, mint bennünket. Ők is különféle nehézségekkel néznek szembe, pont mint mi. És Jézus Krisztus nem azt mondja, hogy az a panaszom ellened, mint hogy mondja az efezusiaknak, vagy később pedig mondja a többieknek. Itt nem mond arról, hogy na ebből a bűnből térjél meg, abból a bűnből térjél meg. Azt mondja, hogy tartsd meg, ami nálad van, és ne vegye el senki a te koronádat. És ebben a gyülekezet, ebben a levélben is, ennek a gyülekezetnek, amit Jézus Krisztus ír, azt találjuk írva, testvéreim, hogy itt bátorítás van. Közöl velük valamit, de átkarolja őket, védelmezi. Vagyjuk csak szemre ezeket közelebbről, testvéreim. Azt mondja az Úr Jézus, amikor bemutatkozik, hogy a szmírnabeli gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Tehát Jézus Krisztus az első és az utolsó. Nem azon hatóságoké a hatalom, akik most a szmírnai gyülekezet tagjait bántalmazzák, tömlözbe vetik, üldözik. Nem. Jézus az első, és Jézus az utolsó. A mi megváltónk mindent tud, és ő a kezdet, és ő a vég. Ő az alfa, és ő az omega. Nem mi velünk kezdődött a világ, és ha tart tovább a kegyelem, ha mi meghalunk, nem fog elmúlni minden. Jézus Krisztusé a hatalom. És ő azt is mondja magáról, hogy én halott voltam, de élek. Halottá váltam, lettem, de megelevenedtem. Élővé váltam, élővé lettem. Föltámadtam. Úgyhogy ezen szenvedő gyülekezet egy olyan megváltótól kap levelet, aki tudja, mit jelent szenvedni. Ő meghalt. De azt is mondja nekik, hogy én föltámadtam, és élek. És mivel én élek, ti is élni fogtok. Ezért nem kell félnetek. És ezzel bátorítja őket. Aztán testvéreim elmond nekik egy olyan, hogy amit mond másoknak is,
hogy tudom a te dolgaidat. Jézus Krisztus ismeri mindnyájunknak a helyzetét. Jézus Krisztus tudja neked a személyes problémáidat. Tudom a te dolgaidat. Testvéreim, a keresztények ügye Jézus számára közismert. Nincs elrejtve előle, ami jutunk. Az imaórán arról volt szó, hogy Isten beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a velüknek, az ízeknek megoszlásáig, megítéli a gondolatait és a szívnek indulatait. És ez azt jelenti, hogy Isten tud mindent, de nekünk ez vigasztalásunkra van. Tudom a te dolgaidat. És itt felsorol három dolgot, amit ő tud róluk. Azt mondja, tudom a nyomorúságodat. Tudom a nyomorúságodat. Amikor valaki szenved, és bajban van, amellett, hogy szenved, és neki ez már önmagában baj, külön nyomorúság lehet, és szenvedést okozhat az, hogyha a bajban nem tudnak róla, nem törődnek vele. Persze mi legelőször is kiindulunk abból, hogyha nehézségbe kerülünk, próbába jutunk, betegek leszünk, vagy nyomorúság ér bennünket, hogy osszuk meg egymással a mi ima témáinkat, hogy imádkozhassunk egymásért. Ezért bátorítunk mindenkit, hogy a bajt ne szégyeljük, mert ha van egy betegség, vagy egy nyomorúság, ami bennünket ér, akkor az ima témává kell, hogy fejlődjön a testvériség között, de hogyha valakiről tudjuk azt, hogy bajban van, és nem törődünk vele, az az illetőnek egy fokozottabb nyomorúságot okoz. És Jézus Krisztus azt mondja ennek a gyülekezetnek, hogy én tudom a te nyomorúságodat. Ha más nem tud róla, én tudok róla. Belegondolsz abba, hogy ez neked mit jelent? Hogyha te szükségben vagy, bajban vagy, nyomorúságban vagy, hogy Jézus ismeri a helyzetedet, és ő tudja a te bajodat. Tudom a te nyomorúságodat. És Jézus törődik a nyomorúsággal. Ő megszabadítja a bajba jutottakat. Meríts erőt ebből most, hogy ő ismeri a nyomorúságodat. Minden szenvedésünket szenvedte. Ismeri, mint fájdalmak férfia, a mi betegségünket. Tudja a szívfájdalmadat. Tudja a nyomorúságodat. Ismeri a magányodat. Az elhagyottságot. Ő tudja a te dolgaidat. De nem csak ezt tudja, a nyomorúságodat. Azt mondja, tudom a te szegénységedet. Ez a gyülekezet nem volt egy tehetős gyülekezet. Anyagilag gondolkodunk most. Nem minden gyülekezet egyformán áll anyagi szempontból. De ez a gyülekezet szegény volt. És ellentétben például a Laodicea-beli gyülekezettel, amely gazdag volt, a szmirnai gyülekezet az elég szegény volt. És Jézus tudja az ő szegénységüket. Tehát amikor valakinek nyomorúsága van, és ehhez még hozzáadódik a szegénység is, az nem olyan jó, ugye? Csak tetőzi a baj, nem? Baja is van, és pénze sincs. Kell még ennél több? Ez probléma. De Jézus oda teszi zárójelbe, tudom a te szegénységedet, de gazdag vagy.
Na ezzel nekünk mindent megváltoztat erről a gyülekezetről. Mert miközben a világ részéről azt mondhatták, hogy ti szegény hívők, ti nyomorult, nyomorúságban levő hívők. Ez volt a vélemény a világnak róluk. De ha Jézus Krisztus azt mondja róluk, hogy gazdagok vagytok, és lelkileg egészségesek vagytok, hogyha mennyei urunk, akinek a szemei olyanok, mint a tűzlánk, így látja a gyülekezetet, kell ennél több? Ennél kevesebben nem elégedhetünk meg. És ha Jézus Krisztus kijelenti rólad, aki lehet nyomorúságban vagy, és szegény vagy, hogy én tudom, hogy te jól vagy lelkileg, és tudom, hogy te gazdag vagy, a hitben gazdag vagy. Gazdag vagy a jó cselekedetekben. Gazdag vagy szeretetben. Gazdag vagy hűségben. Nem vagy híjával ezeknek. Ez áldott dolog, és ez számít igazán. Csodálatos. De még tud egy dolgot róluk. Nem csak az ő nyomorúságukat, nem csak az ő szegénységüket, hanem tudja, hogy ők vád alatt vannak. Ők hibáztatva vannak. Ők káromulva, rágalmazva vannak. Azt mondja, tudom azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Én tudom azt, hogy titeket célpontba vettek, és káromolnak benneteket, szidalmaznak, besugnak, feljelentenek a hatóságnak. Szmirnában voltak zsidók. Szmirnában volt zsinagóga. És ezek a zsidók most a rómaiaknak beárulják a keresztényeket, ők közöttük vannak keresztény zsidók, és ők közöttük vannak pogány keresztények is. És elmondják, hogy ők nem hozzánk tartoznak. Mit jelent az, hogy nem hozzánk tartoznak? Hát a zsidók kaptak egyedül a rómaiak részéről olyan engedményt, hogy ellentétben az összes leigázott népekkel nekik ne kelljen a császárnak évente áldozniuk, amikor a császár kultuszt gyakorolták. És a zsidók ezzel fel voltak mentve, mert hát ők nem imádtak más istent, de a keresztények sem imádtak más istent. És egy darabig együtt volt, a zsinagógában ment Pál apostol missziózni, meg a többi apostolok is, és a zsinagógákban voltak istentiszteletek, de előbb-utóbb a zsidók egy része, a nagyobbik része, megtagadta azon zsidókkal és pogányokkal a közösséget, akik a megfeszített Jézust tartották messiásnak. Nem lehet egy ilyen messiás. Nem hiszük, hogy ő a mi messiásunk, a megígért Dávid fia. Nem hiszük, hogy ő az ember fia. Nem. Nem hiszük, hogy fölment az égbe az atya jobbjára. És az ilyenekkel megtagadjuk a közösséget. És hogyha, ahogy a rómaiak eddig hitték, hogy a keresztények részei a zsidóságnak, ha ők ezt megtagadják, a rómaiak mostantól kezdve a keresztényeket szintén a többi népekhez hasonlóan kötelezik a császár kultusz gyakorlására. Mert nincsen fölmentésük. És amikor a zsidók így bevádolják őket, és rágalmazzák a hatóságok előtt a keresztényeket, akkor ezáltal még nagyobb baj jön reájuk. És rossz véleménnyel vannak róluk a zsidók, és rossz fénybe vannak feltüntetve. És azt mondja Jézus Krisztus ezekről a zsidókról, hogy ők összegyűlnek a zsinagógában,
de ők a sátán zsinagógája. Ezek a zsidók minden szombaton olvassák a Mózes törvényét, olvassák a prófétákat, olvassák a zsoltárokat, olvassák Ézsaiás könyvét, és a sátán zsinagógája. Na képzeljétek el, testvéreim, ezt a helyet. Az elmúlt vasárnap, testvéreim, láttuk azt, hogy kik a Jézus igazi rokonai. Emlékszünk rá, ugye? Amikor az ő anyja és az ő testvérei a házon kívül megállottak, és üzentek be, hogy gyere ki, mert hívunk téged. Azt hitték, hogy Jézus magán kívül van. És Jézus azt mondta, hogy ki az én anyám? Ki az én testvérem? És ki az én nőtestvérem? És az ő tanítványaira mutatva azt mondta, ime az én anyám, az én fiú testvérem és leány testvérem, mert aki az Isten akaratát cselekszi, az nékem az igazi rokonom. És ezek a zsidók nem az Isten gyülekezete, nem az Isten népe. Ők a sátán zsinagógája. Mert ők a sátán követik. Amikor az Úr Jézus Krisztus idejében a farizeusok, meg a zsidók, a fejedelmek meg akarták őt ölni, akkor azt mondta róluk, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Miért? Mert az ember elő volt kezdettől fogva. És ha ti is meg akartok engemet ölni, akkor az ördögtől valók vagytok, mert ő is emberölő. Itt pedig, amikor azt mondja az Úr Jézus a szmírnaiaknak, hogy a sátán zsinagógája a zsidók, akkor a sátánra nézve tudnunk kell, azt jelenti, hogy ellenfél, aki egy bíróságon mindig a felperes, aki a másikat mindig vádolja, aki a másikat mindig hibáztatja, aki a másikat bepereli, rágalmazza, káromolja, káromoló szavakat mond róla. Na ez sátáni tevékenység, testvéreim. A másikat nem elszenvedni, a másikat nem elhordozni, ördögi dolog. És ezek a zsidók beleestek ebbe a hibába. Ez bűn. De ez a gyülekezet Szmírnában, akit a zsidók megvetnek, ő Krisztus gyülekezete. Azt mondja az Úr Jézus Jánosnak, a szmírnabeli gyülekezet angyalának. Írd meg, a gyülekezet, ez az én gyülekezetem. Én járok a 7 arany gyertyatartó között, és abból a 7-ből az egyik Szmírna. Én nem járok a zsinagógában, én járok a gyülekezetben. Ez az én gyülekezetem. Tehát testvéreim, figyeljük meg ezt a 3 dolgot. Mit tud Jézus a szmírnaiakról? Tudja az ő nyomorúságukat, az ő szegénységüket, és tudja, hogy ők vádolva vannak, az emberek rossz véleménnyel vannak róluk, és káromolják őket. Na figyeld meg ezt a 3-at. Az emberiség általában ettől a 3-tól fél. Ne legyen része nyomorban, nyomorúságban, betegségben, szenvedésben, ne legyen része szegénységben, ne szűkölködjön, és az emberek jót mondjanak róla, ne rosszat. Mert az emberek véleménye számít számára. Ez a 3 dolog ma is nagyon befolyásol bennünket. És azt tanítja nekünk a szmírnai gyülekezet, hogy vigyázzunk, testvéreim, hogy ne tartsuk a legfontosabb dolognak a jólétet az egészségben, a gazdagságot a pénzben, és az emberek véleményét a dicséretre nézve. Hanem, hogyha kell, legyünk készek vállalni nyomorúságot, szegénységet, és rágalmazást is. De hogyha látjuk, nézzük például a rágalmazás szempontjából, mennyire befolyásol bennünket, hogy vajon, ahogy szoktuk mondani a manapság, ugye
a Facebookon hány lájkot kapunk, milyen a véleménye az embereknek rólunk, ha szolgálunk, vajon mit mondanak, hogy tűnik az. És minden jó az országban, ha a gazdaság jó, csak szegénység ne legyen. És ha egészség van, minden van, nyomorúság ne legyen. És itt van egy gyülekezet, nem minthogyha ez a gyülekezet nem akarta volna az egészséget, vagy a jólétet, vagy hogy emberek előtt legyen elismert és megbecsült, de nem részesült ezekben. És Jézus azt mondja nekik, ne félj. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. A sátán egy néhányat közületek börtönbe fog vetni. Valószínűleg elfogják a lelkipásztorokat, a gyülekezeti elöljárók, a bizottsági tagok, lehet, hogy mások, akik vezetők, karmesterek, vagy vasárnapiskolai tanítók, vagy ifjúsági vezetők, vagy más, általában ezekre teszik rá a kezüket leghamarabb a hatóságok. Egy néhányat közületek börtönbe, tömlözbe fog vetni a sátán. Ez a sátán dolga a rómaiak által és a zsidók által. Ők az ő eszközei. Hallgattassuk el ezeket, ne hirdessék tovább, hogy a megfeszített a messiás, a Krisztus. Kényszerítsük őket arra, hogy áldozzanak a császárnak. Azt mondja az Úr Jézus, lesz nyomorúságotok. Lesz 10 napig tart a nyomorúságotok. Észrevetted, hogy milyen szavakat használ az Úr Jézus? Az, hogy kell, és az, hogy lesz. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned, kell. Lesz 10 napig tartó nyomorúságot. Tehát a hívő ember számára néha a szenvedés egy kell. Nem kívánjuk, nem akarjuk, nem keressük magunknak, de Isten ezt megengedte nekünk, elrendelte felőlünk, de azt mondja, hogy ne félj attól, ami rád következik. Ne félj a szenvedéstől. Lesz nyomorúság. E világon nyomorúságotok lesz. De bízzatok, én meggyőztem a világot, mondta az Úr Jézus. Lesz nyomorúságotok. Tehát az Úr Jézus arra hívja most a perecseni gyülekezetet. Engem és téged arra szólít fel, hogy ne félj. Ne félj akkor, ha nyomorúsággal nézel szembe, vagy szegénységgel, vagy vádoló magatartással az emberek részéről. Jaj, nektek, ha mindenki jót mond felőletek, mondja az ige. Ezek most rosszat mondanak róluk, de Jézus jót mond róluk. És a Jézus véleménye számít. Határozd el a szívedben, hogy neked az Úr Jézus véleménye a döntő, nem az embereké. Ezért te kész leszel szenvedni, vállalni szegénységet, emberek részéről megjegyzést, mert ki tudnak, megbélyegeznek, azt mondják, hogy te vagy a homofób, te vagy ilyen, vagy te vagy olyan, miközben te embereket szeretsz, de van egy látásod, te tűrsz másokat, segítesz másokon, megmentésüket akarod, nyomorúságukban imádkozol értük, de nem egyezel minden véleménnyel a világon, mert te Jézussal egyezel elsősorban. És ezért téged káromolnak, de neked a legfontosabb Jézus. Vigyázz, ne te káromolj mást. Itt még szóba jöhet még a káromkodás is, a káromlás szó alatt. Isten őrizzen mindannyiunkat attól, hogy beleessünk ebbe a bűnbe. Mert olvasom a Kolossiakhoz írt levélben, hogy ők kikelvessenek minden káromkodást maguk közül. Péter apostol is beszél erről. A rágalmazásról, káromkodásról. Hogy le kell vetni. Nekünk is, hogyha van ilyen. Inkább mi szenvedjünk el mások részéről káromlást, szidalmazást, vádat, de nem mi okozzunk ilyet mások számára. Amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy lesz 10 napig való nyomorúságotok,
akkor nekünk tudnunk kell, hogy az új szövetség az Ószövetségben gyökerezik. És az Ószövetségben volt valahol 10 nap, ami megpróbáltatás ideje volt egyesek számára, de utána győzve jöttek ki a próba idejéből. Hol volt az a 10 nap? A zsidó ifjak. A zsidó ifjak, Dániel, meg a 3 társa elhatározták, hogy ők nem fertőztetik meg magukat a király ételével. És mi történt? A megbízott azt mondja, nem lehet, hát nem akarom, hogy ti kevésbé legyetek szépek, mint a többiek. De mi nem akarunk ilyen bálványoknak áldozott húst tenni. Azt mondta Dániel meg a 3 társa, hogy tegyünk próbát. Adjál nekünk 10 napig csak zöldséget, csak gyümölcsöt. Ne együnk ebből a húsból. Nem, mint hogyha ők vegetáriánusok lettek volna startból, mert a zsidók nem kötelezők, nincsenek kötelezve arra, hogy ne egyenek húst, csak meg van mondva, hogy milyen húst egyenek. Az Ószövetségről van szó. Ez már az Ószövetségben megváltozott. De Dániel tartotta magát ahhoz, hogy most 10 napig csak zöldséget itt Babilonban. És csodák csodája, 10 nap alatt már minden meglátott rajtuk. Olyan szépek, olyan okosak lettek, hogy senki közülük olyan nem volt. Testvérem, itt ezt mondja az Úr Jézus most, hogy nektek is lesz 10 napig tartó nyomorúságotok. Hogy ez szó szerint 10 nap? Vagy onnan veszi jelképesen és szimbolikus? Nem számít számunkra annyira most. A lényeg az, hogy minden nyomorúság csak egy ideig tart. Légy hű, mint halálig. Valószínű, hogy egyeseknek meg kell halniuk Jézusért. De amikor titeket a láb alól eltesznek, azt hiszik, hogy megszabadultak tőletek. És végetek van. Jézus azt mondja, amikor te halálig hű maradsz, te megkapod az élet koronáját. Sokkal jobban fogsz élni halálod után, mint addig. Már most gyönyörködöm benned, már most örvendek neked, hogy szegénységedben gazdag vagy, hogy nyomorúságodban bennem bízol, nem csüggedsz el, hogy rágalmazásban nem rágalmazol vissza. Amikor téged átkoznak, te áldasz. Már most örvendek neked, de elnyered utána az élet koronáját. És itt azt mondja az Úr Jézus, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Mit jelent győzni? Mindig a kontextusban vizsgáljuk meg a győzelem fogalmát. Az efézusi gyülekezetnek a győzelem azt jelenti, hogy az első szeretetet kell gyakorolnia. Ismét. A szmirnai gyülekezetnek a győzelem azt jelenti, hogy ők nem hátrálnak meg a szenvedés előtt, nem hátrálnak meg a szegénység miatt, nem hátrálnak meg a nyomorúság, meg a betegség miatt, mikor őket káromolják és szidalmazzák, ők hűek. Ezt jelenti győzni. Az Úrra nézek, nekem az ő véleménye számít. És hogyha szenvednem kell halálig, 10 napig, vagy ameddig, én hű akarok maradni. Nekem a hűség a győzelem. A kitartás a győzelem. Énekelt az énekkar az előbb az, hogy győzve ő vele. Jézussal győzünk, aki adta önmagát halálra mi érettünk. Az Ézsaiás könyvéből, mikor olvasok, hogy ne félj, légy hű, és én veled vagyok, akkor most ez a gyülekezetre van alkalmazva. Az első és az utolsó, aki Istenre vonatkozik, most Jézusra vonatkozik. Az Izrael népe pedig a gyülekezet most itt az Új Szövetségben, a Jelenések könyvében. Mi vagyunk az igazi zsidók, akik belsőképpen vagyunk azok, nem csak külsőképpen, mint ezek a zsidók, akik a sátán zsinagógája. Testvéreim, Isten minket segítsen arra, hogy legyünk hűek, mint halálig. Hogy Jézusra nézzünk, és bízzunk ő benne, mert általa valam győzelme a hívőnek, és ő benne kitartóak lehetünk. Ha pedig Isten téged megáldott egészséggel, nincs nyomorban részed, ha megáldott gazdagsággal, nincs részed szegénységben, és ha megáldott téged hatalommal, befolyással mások felé,
akkor ne a rágalmazásra használd, hanem a védelmezésre, a javaidat megosztásra használd, ne önző módon éld fel, és a te egészségedet, erődet használd mások felé szolgálatra és segítségnyújtásra. Isten pedig jutalmazzon meg mindenkit, mindegyik helyzetben, hogy Jézustól függjünk, és benne bízunk, hogy majd mindannyian elnyerjük az élet koronáját az ő kegyelméből. Amen. Életünk reménysége, Jézus az, Jézus az, mi az, miben mi bízhatunk, az, hogy hozzá tartozunk, ki őrzi meg az életünk, harcban erőt ki ad nekünk, ki tart majd meg a végsőkig. Jézus az, ő véd mindig. Ó, szent halleluja, hitünk bizton állhat. Ó, szent halleluja, mint örökké elszengjük. Krisztus a mi reményünk. Mi adhat békét lelkünknek, jó az Úr, jó az Úr, jóságát hogy mutatta meg. Krisztus értünk szenvedett, ki óvja Krisztus.
Krisztus a mi reményünk.